Bejegyzés alatt áll Gattyán György pártja, a hivatalos bírósági nyilvántartásban már szerepel a megoldás mozgalom. A milliárdos pénteken az egyenes beszédben jelentette be, hogy aktivizálják a párt tevékenységét. Az ellenzéki összefogás tagjai egységesen úgy vélik, Gattyán György indulása csak a Fidesznek jó. Aktivizáljuk pártunkat, és elindulunk a 2022-es választásokon. Pénteken vált hivatalossá, hogy Gattyán György és pártja megméretteti magát a jövő évi választásokon. A formáció a Megoldás Mozgalom nevet kapta, de a bíróság által vezetett nyilvántartásban még szombaton sem volt fellelhető. Nem sokkal később egy aloldalon rábukkantunk a szervezetre, de itt is csak annyi állt, hogy az bejegyzés alatt van. Hivatalos honlapjuk nincs, egyedül egy szeptember 20-án létrehozott Facebook oldal utal bármilyen életi erre. A milliárdos a Forbes kérdésére válaszolva egy hete is azt mondta, hogy már van bejegyzett pártja. A híradónak nyilatkozó ügyvéd azt sem zárja ki, hogy az üzletember egy már meglévő pártot vegyen át. Ez technikailag sokkal egyszerűbb, mint bejegyeztetni egy újat. Az is nehézkes, hogyha valaki mozgalmat jegyeztetett be, és abból szeretne pártot csinálni. Az is nehézkesebb. De változás bejelentésre könnyebb, mint egy új pártot alapítani. Magyar György szerint ez azért sem zárható ki, mert ehhez csupán egy, a törvényszékhez benyújtott kérelem szükséges. Ezek az emberek a Fidesz zsoldjában állnak. Az Egyesült Ellenzék több tagja is úgy véli, a kormánypártot segíti Gattyán György berobbanása a magyar politikai életbe. Én azt gondolom, hogy aki most nem az egységes ellenzékre és a közös egységes ellenzék közös jelöltjeire szavaz, az a Fideszt akarja hatalmon tartani. Aki most jelentkezik be, az kétség kívül, akár mondhatom, hogy szándékától függetlenül a Fidesz érdekét szolgálja. Most egy pár hónappal a választás előtt, amikor van egy egységes ellenzék, kitalálta ezt, az erősen megkérdőjelezi az ő szándékait, valódi szándékait. Kérdésre válaszolva, a Momentum politikusa úgy véli, a milliárdos esetleges adományaiban nem látna kivetni valót. Tudtam Gattyán György, egy sikeres vállalkozó, nagyon szívesen várunk minden adományt, nem látok ebben problémát, abban látok problémát, hogy ezt az ellenzéki egységet megbontaná az ő indulása. Gattyán György formációját, a Megoldás Mozgalmat is kerestük kérdéseinkkel, de adásunkig nem kaptunk választ.